Szervezetnek szüksége van rá, hogy levetkőzze a hétköznapi strázsa nehéz nyomását. Sokan vannak, akik a látomásukat, fájdalmukat, örömüket, bánatukat orálisan beleaudionálják egy hangvezető jogarba. Így az elvakart feltűnési viszketegségek instant drámák vetetik ki egymás metrótól koszos kezéből a stafétát, mely megszólaltatja a 10-20 éves korosztály sorvadó hangszálait, mint egy letűnt korhárfáját. Add ide a májkot, szólal meg Kárpát-medencés akcentussal az unió iskolatáska által gyűrött margójáról a srác, és úgy passzírozza ki magából a fényre oxidáló szavakat, ahogy a gulyáskrémes tubusból erőltetjük ki az utolsó cseppeket. Nézd, megilletődötten ezt az elgírhesedett terméket, miben valaha tápanyagad elég volt, de kisbetűkkel tüntették fel rá, hogy tartósítószert nem tartalmaz. Van, hogy a mikrofon kóválja az MC-ket, mert megelégeli, hogy egy provinciális kaszárnya mosléktöltő töltsérének nézik. Van, hogy eldugul, ha néha rögös kifejezések torlódnak fel, mintha Grécsi László lenne benne a gonosz dzsin, aki egy revizor megjátszott rosszallásával elbarikádozza a hangsávokat. Van, hogy visszaöklendezi egyben az összes izzadságban úszó elpépesedett rímhalmot, és mint egy hömpölygő cunami elárasztja az egész szórakozó helyet. Kérdés, lesz-e olyan nem társadalmon kívül élő személy, aki mindezt kibúvár szivattyúzza? Hip-hop, hooray!